Az úgynevezett elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér tavaly november óta működik. A rendszerbe a házi orvosok, a gyógyszertárak, a közforgalmú rendelőintézetek és a kórházak is beletartoznak. A rendszer adatbázisának további bővítésére a házi orvosokat kötelezték. Az alapos, sokféle személyes adatra kitérő törzskartont a rendelőben kell kitöltetniük a betegeikkel, amire a legjobb esetben is fél óra kellene, de inkább még több. Ennél is kínosabb lehet az adatfelvétel síró kisbabák vagy gyerekek esetében. A kinyomtatott kérdések sora így néz ki, válaszok nélkül és egyetlen oldalra összesűrítve. Az adminisztrációs kötelezettség 90% fölötti eséllyel a beteg ellátás rovására fog menni. A következő a helyzet. Bejön egy orrsövény ferdüléssel egy beteg, és itt a rendelőbe elkezd vérezni az orra. És a betamponálás helyett kezdjük azzal, hogy ide beírjuk, hogy homoszexuális-e ön, hány forintot keres évente, és milyen szociális körülményei vannak, közben orlik a orrából a vér. Az orvosok természetesen eddig is vezettek nyilvántartást a betegeikről, de abban csak az illető egészségi állapotához szorosan kapcsolódó tényezők szerepeltek. Az egészségügy irányítói most több adatot várnak, hogy felmérjék a lakosság egészségi állapotát. A szakemberek már korábban felhívták a kormány figyelmét arra, hogy ez nem fog menni. Még a minisztériumban is voltunk fent, akkor az államtitkárnak a más társadalmi szervezetekkel együtt, így a Magyar Orvosi Kamarával együtt, a Házi Orvosok Országos Egyesületével együtt, mindannyian elmondtuk, hogy ezt ne csinálják, mert ennek nincs értelme, és megoldhatatlan. Napi 50-60-as betegforgalom mellett ilyesmire nincs idő sem, másrészt a haszna ennek megkockáztatom, hogy a nullával egyenlő lesz. Az új adatfelvételt július 1-jel kell megkezdeniük a házi orvosoknak, és a kitöltött törzskartonokat az adatbázisban kell rögzíteniük. A válaszadás önkéntes, azaz a betegek maguk döntik el, hogy milyen adatokat tárolhatnak róluk az egészségügyi adatbázisban.